nemzetközi ifjúsági konferenciát tart a Mi Hazánk Ifjai. Első Európa Jövője konferencia néven tartjuk meg az eseményt Budapesten, melynek fő célja, hogy összefogjuk az antiglobalista, nemzeti érzelmi ifjúsági szervezeteket Európa szerte. Látva, hogy a nemzetközi balliberális oldal mennyire egy hullámhosszon tudja ugyanazokat a nemzetellenes gondolatokat felmondani a globalisták kottájából, több mint fél tucat hasonló értékrendű ifjúsági szervezettel közös fellépésünként tekintünk a mostani eseményre. Maga a dátum sem véletlen, hiszen 1956-ban a magyar egyetemisták megmutatták a világnak, hogy a nemzeti szabadságot nem lehet sárba tiporni. Ezt a szellemiséget szeretnénk a mostani szövetséggel is sugallni. A pesti srácok heroikus küzdelme szolgál példaként számunkra az Európa jövőjéért folytatott küzdelemben. Az eseményen többek közt a lengyel, bolgár, francia, ír, spanyol és más nemzetek fiataljai vesznek majd részt. Szóba kerül majd a nemzeti szuverenitás kérdése, amely Bulgáriában most kifejezetten aktuális, miután az azóta már megbukott kormány népszavazás nélkül döntött arról, hogy 2024-ben be akarják vezetni a bolgár leva helyett az eurót. Ezzel szemben kezdeményezett népszavazást szövetségesünk a bolgár újjászületés párt, amelyre össze is gyűlt a kellő mennyiségű aláírás, de a bolgár parlament leszavazta azt. De szó lesz az egész Európát érintő migrációról is, hiszen Európában sokan elhiszik azt a magyar kormány által hangoztatott hazugságot, hogy a kerítés megakadályozza a bevándorlók bejövetelét Magyarországra. Ezek mellett is több témát érintünk a konferencia keretében, melyekben közös álláspont kialakításával és közös fellépési tervekkel fogunk együtt harcolni az öreg kontinensért, hiszen Európa olyan tudást, értéket és hagyományokat adott a világnak, amelyeket nem engedhetünk elveszni. Európáért harcolni fogunk, most már nemzetközi szövetségeseinkkel együtt.